Ónodi Adél vagyok, 21 éves nő, transznemű nő. Először nem éreztem semmit, mert életem során annyi fenyegetést kaptam, hogy ez már sajnos természetessé vált. Úgy érzem, hogy nem hagyhatom, hogy bántsanak. És azt gondolom, hogy semmelyik LMBTQ embert nem bánthatja senki. Az első fenyegetéseknél hibáztattam magam. Utána meg mérhetetlen dühös lettem. És azon gondolkodtam, hogy gyerekként mennyi erőt kell kifejtenem ahhoz, hogy bizonyítsam az embereknek, hogy én nem vagyok szörnyeteg. És ezt folyamatosan ezt bizonygatni, hogy te nem vagy szörnyeteg, de közben magadban ezt az egyensúlyt és ezt felnőttként is megtartani, nagyon nehéz. Ha kiállunk, akkor azt gondolom, hogy lesz fejlődés, legalábbis muszáj ebben hinnünk, hogy élni tudjunk.